Lekli József 2,5 évvel ezelőtt távozott Nyíregyházáról Szombathelyre, ahol sérülés miatt befejezte pályafutását. Az előző 2 szezonban a Vasas Akadémia csapatánál dolgozott a 30 éves szakember, aki néhány héttel ezelőtt még a fővárosiak szakmai stábjának tagjaként járt a Continental Arénában. A jövőben azonban már a nyíregyházi kosárlabdáért dolgozik a korábbi center, akinek döntésében személyes és szakmai okok egyaránt közrejátszottak. A váltás mellett azt szólt, hogy az év első felében a feleségem talált egy nagyon jó munkalehetőséget itt Nyíregyházán, és úgy döntöttünk, hogy haza költözünk Nyíregyházára, illetve Ernővel is már korábban is beszéltem, és mondták, hogy szívesen várnának haza, hogy egy kicsit segítsem a szakmai munkát az utánpótlásba. Úgy hiszem, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség számomra, mivel az elmúlt 2 évet szerintem az ország egyik legjobb utánpótlás képző bázisában töltöttem, és nagyon sok mindent tanultam az ottani kollégáktól, és szeretném ezt a tudásomat itt kamatoztatni, hogy a nyíregyházi fiataloknak is meglegyenek azok a lehetőségei, amik adottak például a nyugati vagy a pesti fiatalok számára. A Kékcápák szakmai igazgatója Sitko Jánő elmondta, hogy 2 utánpótlás csapat mellett a felnőtt együttesnél is számítanak Lekli József munkájára. Először is nagyon örülök annak, hogy visszatért hozzánk, mert Józsi Nyíregyházáról indult, és úgy gondolom, hogy mindenféleképpen büszkék lehetünk arra, amit a kosárlabda pályafutása során elért, és szükségünk van olyan emberekre, akik az edzői keretünket frissítik, és úgy gondolom, hogy emelik a színvonalát. A Józsi munkájára az utánpótlásban mindenképpen számítanánk, a U16 és az U18-as csapatnál fog dolgozni, illetve a felnőtt csapatban is fogunk számítani az ő segítségére, az ő munkájára. Bízunk benne, hogy még magasabb színvonalon fogunk tudni majd foglalkozni a játékosokkal. Lekli József már ott lesz a Kékcápák által a fiatalok számára szervezett július végi képzőtáborban. A szakember Szarvas Gábor segítőjeként az U18-as 3x3-as válogatottnál is dolgozik. A nyíregyházi Mokánszki Mátét is soraiban tudó együttes augusztusban a szolnoki Európa-bajnoki selejtező tornán, majd szeptember elején a debreceni Európa-bajnokságon képviseli a magyar színeket.